szemében, akkor diákonosokat, szentelők, az egyház szolgálatára. Mindannyian, akik itt vagyunk, imádkozzon kérjük, és ők majd imádkozzon a mérettünk. Hogy méltóképpen versek részt ebben a szentmisén, vizsgáljuk meg ismeretünket, bánjuk meg bűneit, a búcsú napja, különleges kibocsátási alkalom, kegyelem az ember számára, egy házat ajánlott. Urunk Isten, könyörű rajta! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságot! Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
amikor Pétertől eszmélyét így szól. Most már biztosan tudom, hogy a szó elküldte angyalát, és kiszabadított Herodes király kezéből, és mind abból, amiben a zsidó nép reménykedett. Ez az Isten igéje.
Korhárpát. Jelen. Jelen. Főtisztelendő Kisebb Atya, az Anya Szent Egyház kéri, hogy szentelt fel ezeket a testvéreinket a felelősségteljes szertapi szolgálatra. Méltó magadod őket. A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtak. Az Úristen és igazító Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezeket a testvéreinket a szertapság rendjére. Istenet legyen már! Tisztelendő diákonus jelöltek, családtagjai, tisztelendő atyák, tisztelendő diákonusok, Krisztusban kedves testvérek! Mai szép estén, Szent Péter és Pál apostol ünnepén az egyház oszlopaira gondolunk, akik előttünk jártak a hitben, a szolgálatban és vértanúk lettek. Abban az időben még nem alakult ki a papság szentségének az az élesen elkülönített hármas fokozata, ami most a mi egyházunkban megvan, de Szent Péter apostol is és Pál apostol is igazi diákon is volt. Ahogy későbbiekben a püspök fölvette a dalmatikát, a diákonusok ruháját és úgy öltözött föl, jelezte ezzel azt, hogy ő örökre diákonus is, mint hogy a római pápa örökre megkeresztelt ember is, és mindaz, amit közben, mint szentséget fölvett, megszüntetve, megőrizve a többit is magában foglalta. Szép példáit olvashatjuk a Szentírásban annak, hogy mennyire szolgálattevők voltak ezek a főapostolok. Szent Péter apostol levelében írja, legeltessétek Krisztus nyáját, ne kényszerűségből, hanem jó szívvel, mint a nyájnak példaképei. És csupa olyan tulajdonságot mond el ott, ami nem más, mint az embereknek a szolgálata. És így előjár a mindenkori apostol is a szolgálatban, példát adva azoknak, akik kifejezetten a diákonátus szentségét veszik fel. Ugyancsak elmondható ez Szent Pál apostolról, aki írja levelében, mindenkinek minden előttem, a görögök között görög, a zsidók a zsidó, hogy mindenkit megnyerje Krisztusnak. És még úgy is szolgált, hogy két kezi munkájából tartotta fönn az életét, sátorkészítői mesterségével élete végig nem hagyott fel. A mai ünnepben óvatatlanul gondolatunk Szent Péter utódjára a római pápa felé száll, hiszen ő a mindenkori Pétert képvisel egyházban. Az ókor óta a pápák jelzője, Szervus, Szervus, Dei, az Isten szolgálja, a szolgálja. És ha jól meggondoljuk, és a mi pápánkra gondolunk, második János Pál pápára, nyugodtan elmondhatjuk, hogy főpapi tisztségében az egyház egyetemes vezetőjeként megmaradt diákonusnak is. Valaki így fogalmazott, ő egy előkelő rabszolga. Mert ha végignézzük azt az életutat, amit pápasága óta megtett, méretetlen sok utazás, sok szembeszéd, emberek fogadása, betegen, törődötten,
országban is lázasság, akkor ez igazi szolgálat. Más abban a korban, közel a 80 évhez, örül, ha magában lehet, békén hagyják őt, még az idős nagyszülők is úgy vannak, hogy jó, hogyha eljönnek az unokák, de az se baj, hogyha elmennek egy idő után. Ez így van, mert egy idős ember már vágyik a nyugalomra. És Szentatyám fiatalokat meghazudtoló dinamizmussal járja a világot, hirdeti Krisztus evangéliumát, megcsókolja azt a földet, ahova megy, és az embert is, és mindig fölkeresi, ahol csak tudja, a betegeket, a rabokat, a társadalom veremére szorultakat, mert ő megvan a diákonusnak is. És az az este itt ebben a templomban Szent Péter és Pál apostolnak az ünneplését, a templom búcsút is jelenti. Utána néztem, Kalocsak, Kecskemét, Egyház megyében nem sok templom mondhatja el ezt magáról. Titulusként, védőszentként a két fő apostol mondhatja magáért. Vagy a belvárosi templom, igen. És most nem a falakat ünnepeljük, hanem az egyház közösségét, amely ide jár vasárnapra, vagy hétköznap is. Munkájában fenntartja a templomot, imádságával áhítatossá teszi, és életáldozatát is felajánlja. Annál elevenebb egy egyházközség, minél több szolgálattevő, áldozattevő ember él és munkálkodik benne. A diákonusoknak erre is példát kell mutatnia, hogy úgy kell hirdetniük az igét, hogy életünk aranyfedezete, a szeretet, a hűség adja meg annak az igazi voltát, hogy komolyan hiszik azt, amit hirdetnek, és az evangélium hirdetése közben maguk is törekszenek rá, hogy méltatlanná váljon. Lévános atya a bevezetőben említette, amit mindannyian tudunk, dr. Dankó László érsek volt, halva fekszik. Ő már nem érhette meg ezt a diákonus szentelést, de én hiszem azt, hogy ő, mint aki főpásztora volt ennek az egyházmegyének, ha az Úrnál van, biztos remélem, mert átment a szenvedés tisztító tüzén, imádkozik a szentelettekért. Mi is imádkozunk egymásért, így erősítjük egymást a szolgálatban, az Úr kegyelmét kérjük a szentelettekre, legyenek hűségesek, hitben, szeretetben és a szolgálatban. És ezt a szolgálatot soha meg ne bánjam. A hűség akkor kezdődik, amikor az emberek nincs már valami az kedve. Éppen ezért a hűséget is kívánom, hogy amíg élnek, addig az Úrnak, és egészen gyakorlatilag az embereknek szolgáljanak, így mutassák meg, hogy Isten és ember nagyon szeretnek. Amen. Kedves fiaim, mielőtt a szerhapság rendjébe lépnétek, a négy színelek nyilatkozatok kell, milyen szándékkal vállaljátok ezt a tisztséget. Akkor játok el. Kézrátételem s a Szentlélek ajándéka által az egyház szolgálatára felszentelélek benneteket. Akkor jártok el. A szerpapi szolgálatot a papirend segítésére és a keresztényét javára alázatos szeretettel gyakorolni. Akkor jártok el, hogy Szent Titkát az apostol szava szerint tiszta lelkiismerettel őrizni, és ezt a hitet szóval és cselekedettel hirdetni az evangélium és az egyházi hagyomány szerint. Amen.
ennek megfelelően, imádkozunk a sorsban, az egyházért, és az egész világért. Akarjátok. Akarjátok, hogy példás élettel szüntelen a Krisztus követni, akinek testét és vérét az oltáron érintitek, és a hívegnek útjának. Akarjátok Isten segítségével. Ígérszent tiszteletet és engedelmességet nekem és utokat. Isten tegye teljessé a jó, amit megkezdetem. Ígérszent tiszteletet és engedelmességet nekem és utokat. Ígérem. Isten tegye teljessé a jó, amit megkezdetem. Felszólít mindenkit, hogy együtt imádkozzunk a felszentelendőkért. Majd a jelöltek arcra dolulnak annak jeleként, hogy Isten végtelen nagysága mellett eltörpül az ő szolgálatuk. A leborulás az alázatosság jelképe. Ez alatt a diákonus felszólítására letérdelünk és énekeljük a minden szentek litániáját. Kérjük Isten szentjeit, hogy közben járó imáinkkal segítsék a jelölteket. Most imádkozzunk, kedves testvéreim Istenhez, a mindenható Atya, hogy szolgálja, akiket a szerpapság szent rendjébe kegyesen felvesz, árassza kiáltásának kegyelmét. Thank you.
diákonusokat is az apostolok kézrátétellel szentelték fel, ugyanúgy szentelni fel az apostol utód mind a két jelöltet. A Bibliában így olvasunk. A kiválasztottakat az apostolokhoz kísérték, azok pedig imádság közben rájuk tették kezüket. Ez történik most is a következő percekben. Most kapják meg a hatalmat az ige hirdetés és az eukarisztia szolgálatára. Kérünk Istenünk, hogy hétszeres kegyelmi
Ezután a jelenlevő szerpapok és papok is szívből kívánják diákonusi működésükre Isten áldását. Ez alatt énekelünk, Uram Jézus Krisztus. Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél. Ügyelj arra, hogy aki olvasod itt, amit hiszel, taníts, és amit tanítasz, kövess is. Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél. Ügyelj arra, hogy amit olvasod itt, amit hiszel, taníts, és amit tanítasz, kövess is. Thank you.
Köszöntsétek egymás, ha békekkel éve.
segítségünkre